Hiába esett az égi áldás, 50 gyermek és több szülő is részt vett a Színvilág, Színóvoda családi délutánján. Ezt valamikor, 15 évvel ezelőtt jelenlegi igazgató asszonyunk Balajtiné Sütő Margit találta ki az akkori nevelőközösségével. Ez egy családi délután, ahol a nevelési év végén a kis és középsős gyerekek számot adnak arról, hogy mi mindent tanultak az elmúlt esztendőbe. Az évközben tanult verseket, dalokat elevenítjük föl egy kis koreográfiával, és igyekszünk minden gyermeket megszólaltatni. Utána pedig közös kézműveskedéssel, egy kis játékkal szeretnénk lezárni a napot. Minden kollégám nagy izgalommal készül, mindenkinek megvan a maga kis feladata, van, aki a díszletért, van, aki a dekorációért felel, de mindenki teszi a dolgát, hogy jól sikerüljön ez a mai délután. Reméljük, az idő is kiderül, eláll az eső és kivirul a nap. Nagy örömünkre ezen a rendezvényen mindig részt vesznek egykori óvodásaink, így a szülők láthatják, hogy a kis óvodásból néhány év múlva milyen ügyes iskolás válik. Mindig partner intézményünk a Kovács Mihály tagiskola, Kiskulcsosi tagiskolája. Most is itt vannak elsősök, másodikosok, felsősök, és egy kis ízelítőt adnak ők is a gyerekeknek. Ezen kívül a nevelőközösségünk egy mesefeldolgozással készült a mai napra, hiszen közeleg a gyereknap. Természetesen az óvodások és az óvoda pedagógusok is megfelelő izgatottsággal készültek a délutánra. Gyakorolták a verseket, dalokat, de a termek és az udvar díszítése, dekorálása sem maradhatott el. Abban is bízom, és erre komoly erőfeszítéseket tettünk a mostani óvodavezetéssel és a régi óvodavezetéssel is, hogy az óvoda hátsó udvarát sikerüljön majd bevonni valami fajta közösségi térként. Hát örömmel mondom, hogy ennyire közel még soha nem álltunk a megvalósításhoz, úgyhogy ha minden jól sikerül, akkor néhány hónapon belül, és ez meglepetésnek szántam az óvoda vezetőasszonynak és az itt dolgozó kollégáknak, és hát természetesen a szülőknek és a gyermekeknek is, hiszen régi vágyunk, hogy egy kerékpáros kresztpálya kerüljön felépítésre ezen a hátsó részen, és úgy néz ki, hogy a megvalósítás közelébe értünk, úgyhogy remélem, hogy a szeptemberi, reményeim szerint a szeptemberi óvoda kezdésre már egy óvodások méretéhez megfelelő, nem nekünk szülőknek való kresztpálya, hanem egy ilyen futóbiciklis lehetőséggel egy óvodai kresztpálya kerül kialakításra. Nyilván nem csak az itteni gyerekeknek, hanem majd remélem, hogy a városból kilátogató többi óvodásnak is. Úgyhogy nem állunk meg az óvodák oktatási intézménynek és minden egyéb fejlesztésével, de remélem, hogy ez is hasznára lesz majd az idejáró óvodásoknak. Az eddigieket is használják egészséggel, és majd a következőket is. A nagycsoportosok számára ez a délután volt a nem hivatalos évzáró.